A legkisebbek az óvodások, de vannak idősebb, már iskolás gyermekek is a tanfolyamokon. A kicsiknél a vízhez szoktatással kezdenek, és folyamatosan jutnak el az úszás alapokig, a vízbiztonságig. A nyár az nagyon jól telik munkával, olyan munkával, amit szívesen végzünk, hiszen kéthetes turnusokba tartjuk a gyerekeknek az úszásoktatást, és minden nap tartogatnak nekünk meglepetést, ami minket pozitívan épít, és adja az erőt, hogy kitartsunk az úszásoktatás végéig. Nagyon érdekes dolgokat ugye tapasztalunk még a mai napig, hiszen én 20 éve tartom a Karcagon az úszásoktatást, kollégám meg nagyon sok éve, de még mindig jönnek elő olyan dolgok, amikre nem voltunk felkészülve, vagy még nem láttuk így a gyerekek munkája során, és próbálunk rá megoldást találni. Gyakorlatilag a legnagyobb elégedettség mindig az utolsó foglalkozásunk az nyitott távon téve a szülők felé, nagyszülők felé, és hát vannak olyan gyerekek, akik nem mertek még a zuhany alatt se hajat mosni, vagy nem mernek itt zuhanyozni. Most sikerült őket belevarázsolnunk a vízbe, és a szülői, nagyszülői elégedettség szintén erőt ad nekünk a további munkához, hogy kitartóak legyünk. Általában a reggeli csoportok az inkább a kezdő, úgy kezdő, hogy van egy nagy testvér, bejöhet a kicsi, és most a kicsik voltak igazából többségben. Haladó csoportunk is van, tehát erősen próbálunk differenciálni a csoportok között is, hogy valakinek az első héten ugye teljesen új feladatokat kell adnunk, vagy újra kell kezdeni, mert elfelejtette, vagy a víziszony, vagy a félelem ugye ott van. Viszont valaki az első, második hossz után emlékszik minden dologra, nekik megépítő jelleggel, vagy más úszásnemet találunk, és akkor gyakoroljuk, vagy tanulunk újat, vagy pedig erősítő jellegű feladatokat kapnak a gyerekek. Ez a szülőknek is nagy megnyugvás, hiszen ha elmennek nyaralni, már tudják, nem lesz gond a kicsikkel, ha strandra szeretnének menni. A nagyobb gyerekeknél van, aki csak felfrissíti úszó tudását, mondta Kun László, aki reméli, az úszó szakosztálynak is lesznek majd versenyei. Idén a megyei bajnokságot tartották Karcagon. A szakember véleménye szerint inkább a tömegsport irányába megy el városunkban az úszás, ami nem baj, hiszen az a lényeg, hogy mozogjanak a gyerekek. Kötöttek voltak a lehetőségek, viszont aminek nagyon örültünk, hogy a megyei úszódiák olimpia Karcagon volt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az első korcsoporttól a hatodikig, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy az óvodás kortól, idősebb óvodások, inkább első osztályosoktól a középiskola végzős tanulóig itt kisvárosunkba jöttek versenyezni az úszás sportágban. Többi úszó versenyet, ugye átalakuláson keresztül van most itt az úszás is a megyébe, de vannak lehetőségek. Nálunk inkább a tömegsport jelleg az, ami vonza most a gyerekeket, szülőket. Tehát a kihíváshoz azért csak érezzük mi is, hogy többet kellene tenni, de viszont olyan jó kis csoport alakult ki, hogy már most ragaszkodnak egymáshoz a gyerekek, meg várják, meg a szülői segítséggel. Ha én nem érek rá, akkor én viszem a te gyerkőcödet, és fordítva. Tehát ez most egy ilyen jó kis csoport, családias csoport alakult ki, amit nagyon szeretünk, meg örülünk neki. A kéthetes úszó tanfolyamok utolsó napján már a szülők is bemehetnek az órákra, és megnézhetik a gyermekeiket, mint egy kis vizsgán. Hogy tanultak megúszni? Utolsó nap mindenki izgul. Én úgy gondolom, a szülő is, hogy jaj, a gyerekem ugye mit produkált, mi is izgulunk, hogy mi megfelelünk-e a szülők elvárásának. A gyerekek meg izgulnak, hát ők mindig azt hiszik, hogy vizsga. Nem, ez egy tényleg egy nyílt foglalkozás a gyerekek munkáját ugye bemutatva, meg hogy tudtunk együtt dolgozni. Jól tudunk együtt dolgozni, tehát bizonyítja. Én már úgy mondom, hogy évről évre.